A bevezetés a fordítás elméletébe című előadás sorozatban a következő téma a fordítástudomány és a szociolingvisztika kapcsolata. Ilyenkor nem csak két tudomány kapcsolatáról beszélünk, hanem inkább arról beszélünk, hogy milyen problémák vannak a fordításban, aminek a megoldásában segít nekünk a szociolingvisztika. Itt látható ennek az előadás sorozatnak a tartalomjegyzéke, és hát most a második téma jön, ami viszont egy nagyon nagy téma, úgyhogy két előadásban fogom elmondani. Megint induljunk ki a fordítástudomány definíciójából, amit ugye már ismerünk, hogy a fordítástudomány a legtágabb értelembe vett nyelvi közvetítés folyamatát, eredményét, funkcióját vizsgálja. A fordítás folyamatában résztvevő összes nyelvi és nem nyelvi tényező figyelembevételével. Erről is beszéltünk már, hogy ezért, ugye, amikor a két nyelvet vizsgáljuk, akkor a kontrasztív nyelvészet, mikor a két szöveget vizsgáljuk, akkor a szövegnyelvészet, mikor a fordítók agyában végbe menő folyamatot vizsgáljuk, akkor a pszicholingvisztika, és mikor a két társadalmi kontextust vizsgáljuk, amelyben a fordítás végbe megy, akkor a szociolingvisztika van segítségünkre. Odaírtam zárójelbe, hogy pragmatika, mert ha valaki utána akar olvasni, akkor észre fogja venni, hogy nagyon sok olyan probléma, amiről én ma fogok beszélni, és amit a fordítás szociolingvisztikai problémáinak nevezek, az most a pragmatika címszó alatt szerepel. De hát ez egy ilyen tudománytörténeti dolog, hogy több témát most a pragmatika felől közelítünk meg. Ugye a pragmatika az a nyelvi jelek és a nyelvi jelek használóinak a viszonya, és hát természetesen nagyon közel áll a szociolingvisztikához, és a tudományban is vannak divatok, és hát most éppen divatos a pragmatikáról beszélni, de a témák nagy mértékben fedik egymást. Mivel foglalkozik a szociolingvisztika? A szociolingvisztika a nyelv és a társadalom viszonyát vizsgálja, a fordítás tudománynak egyik része, ugye? A fordítás és a társadalom viszonyát is vizsgálja, ezért hát természetesen, hogy tudnak egymásnak segíteni. Ha azt mondom, hogy a fordítás pszicholingvisztikai vagy szociolingvisztikai aspektusa, akkor sok több mindenre gondolhatok. Gondolhatok arról, hogy a fordítónak milyen helye van, milyen szerepet játszik a társadalomba. Gondolhatok arról, hogy a fordítások milyen szerepet játszanak a társadalomban. Gondolhatok arra, hogy megkeressem azokat a fordítási nehézségeket a fordítandó szövegbe, amelyeket a szociolingvisztika segítségével értelmezni tudok, magyarázni tudok. Vagy megnézem, hogy milyen átváltási műveletek magyarázatában segít a szociolingvisztika. Vagy ez a fordítási, tolmácsolási szituáció, vagy most divatosabb szóval fordítási, tolmácsolási esemény résztvevőinek a vizsgálatában, hiszen ebben ugye emberek vesznek részt, ebben is a szociolingvisztika számít, főleg ha a célnyelvi befogadóra gondolunk, akkor már nagyon korán a fordítás tudományban van, ugye felmerült ez a szociolingvisztikai megközelítés. Mit kutat a szociolingvisztika? Nézzük meg először azt, ugye, mert ez lesz érdekes, ebből mi érdekes számunkra fordításkutatóknak. Tehát a szociolingvisztika kutatja a nyelvi változatokat, a dialektusokat, a földrajzi dialektus, társadalmi dialektust, a kétnyelvűséget, a kódváltást, hogy a kétnyelvűek milyen szituációkban, milyen helyzetekben váltanak át az egyik nyelvről a másikba. Kutatja a nyelv és kultúra viszonyát, tegezés, magázás, beszédaktusok, társalgási maximák. Ide tartozik a gender studies, aminek ugye bár fordítók vagyunk, nem tudunk jó magyar nevet találni, hiszen azt nem mondhatjuk, hogy nem tanulmányok, ugye? Tehát ezért aztán a magyarok is a gender studies-nak nevezik. Ide tartozik a hátrányos nyelvi helyzet vizsgálata, ide tartozik a nyelvtervezés. Ha valaki ezeknek a témáknak utána akar nézni, akkor az Osirisnál megjelent Ronald Wardónak a Szociolingvisztika című műve, és ott nagyon alaposan, részletesen le van írva minden. Na most nézzük meg, hogy mi érdekes ebből a fordítástudománynak. Hát a nyelvváltozatok, a dialektusok az nagyon érdekes lesz, hogy fordítsuk a dialektusos beszédet, mindjárt arról fogunk beszélni. A kétnyelvűség és a kódváltás érdekes módon nem foglalkoztatja a fordítástudományt,
Pedig ezért sokan szemrehányást is tesznek a fordításkutatóknak, hogy nem foglalkoznak például a határon kívül élő magyarok nyelvváltozataival, az ő kódváltásukkal. Ez teljes mértékben a szociolingvisztika témája, és a fordítás tudományban vannak kísérletek, hogy ezt bevegyék a fordítás tudományba, de a fordítás tudomány elsősorban a profi fordítók és tolmácsok tevékenységével foglalkozik, tehát eddig még legalábbis a két nyelvűség és a kódváltás az elkerülte a figyelmét. A nyelv és kultúra abszolút ide tartozik, tegezés, magázás szintén érdekes téma. Na most a beszédaktusok, társalgási maximák, gender studies, ez olyan igazán nem része a fordítástudománynak, sem a hátrányos nyelvi helyzet. Mert általában a fordítási, tolmácsolási szituáció az nem hátrányos nyelvi helyzetben zajlik. Viszont a nyelvtervezés az érdekel minket abban az esetben, ha emögött egy fordításpolitika van, hogy mit fordítanak le, mit nem fordítanak le, milyen nyelvről, milyen nyelvre, tehát amit itt besárgítottam a táblán, az érdekelhet minket. Na most, ha egy kis történelmi áttekintést végzünk, akkor ez a bizonyos pragmatikai adaptáció, ami egy olyan nagyon modern terminusnak hangzik, ez mindig jelen volt a fordításban, a fordítók tevékenységben. Ez a tevékenységében, ez a célnyelvi olvasók figyelembevétele, és a célnyelvi olvasók igényeihez való igazodás. Ez mindig volt, sőt, régen jobban volt, mint ma. A 17.-18. században ugye magyarítottak, tehát nem fordítottak, hanem magyarítottak. Például a Molière Harpagonját Simai Kristóf piarista páter fordította le 1792-ben Zsugori címen, és ez oly mértékben magyar környezetbe helyezte át a cselekményt, hogy Némedi Gyolcs István alföldi nemes ember Lipót császár uralkodása alatt a kurucok elől szökik Némediből, az ő birtokából Esztergom felé. És nem is az van ráírva, hogy fordította, hanem hogy Molière után készítette Simai Kristóf. Tehát teljes mértékben áthelyezi a színhelyet Magyarországra. Az első, második sorban benne van, hogy midőn Magyarországon. Ugyanez történt például Wolter Zadigjával, amelyiket Dugonics András magyarosított meg, így rá is van írva, hogy megmagyarosította Dugonics András. Itt a szereplők teljes mértékben magyarok lesznek, Cserei Hercega a főszereplő, Taksony vezér, fia Gejza, lánya Örkény, barátja Telekes, és a 10. században játszódik Taksony vezér korában. A színhelyek Csepel-sziget, ugye Sepel-sziget, Tököli kastély, Világosvár, Szeged, még a Szent Gellért hegy, illetve hölgy, mert mindehhez szögedi őző tájszólásba fordítja le volt ez Zadigját, tehát ilyenek vannak benne, hogy cseleködtem, mögfulladott, megszorult, tisztességös magyar ember. Ez az Zadig egyébként olyan, mint a Kandit, hogy egy fiatal ember járja a világot, és mindenféle történik vele, csak itt nem a világot járja, hanem Magyarországot járja. Na most ugye már a 20. századból is tudunk ilyen magyarításokról, például az, hogy a szerzőket, Mai Károly, Verne Gyula, mindenki emlékszik rá, és például Arany János köpönyegében, és ezt látjuk a címlapon, hogy Gogol Miklós után, tehát ez a Gogol is magyarítva van, és a nevek is tulajdonképpen Arany János megmagyarosította, tehát ilyenek vannak, hogy bizúgy az édes Abramovics Iván, hát úgy az édes Varlamovics István. Tehát ilyen formán szerepelnek az orosz nevek Arany János fordításában. Tehát akkor ez volt a szokás, ez volt a nyelvi norma, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a célnyelvi felhasználókat a 18.-19. századbeli magyar fordítók nem vették figyelembe. Tehát most meg fogjuk nézni a fordítástudománynak a hagyományos szociolingvisztikai témáit, amik régen benne vannak a fordítástudományban, és aztán majd egy kicsit később megnézzük az újabb témákat. Na hát nézzük, mik ezek a hagyományos témák. Az első ugye az egyéni beszéd sajátosságok visszaadása, itt majd meg fogjuk nézni a tájnyelvi jellegzetességeket, a Csenderdon alapján, a rétegnyelvi jellegzetességeket a bűn és bűnődés alapján, tájnyelvi és rétegnyelvi jellegzetességek összefonódását
Arisztofánesz Lizisztrátéjéba. Meg fogjuk nézni a fordíthatóság és a fordíthatatlanság problémáját. Ez abszolút klasszikus téma a fordítástudományban, teljesen megoldhatatlan, de rengeteget lehet róla értekezni, és nagyon érdekes gondolatokat vet fel, és amivel talán egy kicsit hosszabban fogunk foglalkozni, az a reáliák fordítása. Tehát ez a három téma, amire azt mondom, hogy hagyományosan szociolingvisztikai téma a fordítástudományban. Nézzük a tányelő jellegzetességeket. Makay Imre, Solohov Csenderdon című regényének a fordítója, sokáig gondolkozott azon, hogy mit csináljon az eredeti mű tájszavaival. Ugye a Csenderdon kozákokról szól, és ezek bizony tájszólásba beszélnek. Megnézte a német fordítást, látta, hogy a német fordító az nem törődött a tájszólással. És hát Makay Imre azt mondja, hogy hát ez felháborító, hogy így a német fordítás egyáltalán nem adja vissza a regénynek a doni atmoszféráját. Na most gondoljunk bele, hogy milyen reménytelen vállalkozás egy olyan magyar tájszólást keresni, ami majd visszaadja a regénynek a doni atmoszféráját, de Makay úgy döntött, hogy a hajdúsági nyelvjárást válassza. Mindezt egyébként leírja a Műfordítás ma című nagyszerű tanulmánykötetben, ami még a 80-as években jelent meg, Barth István és Rákos Sándor szerkesztésében, és ott a Makay írt egy Solovról című tanulmányt, ott írja le, majd mindjárt elmondom azt az indoklást, hogy miért választotta a hajdúsági nyelvjárást. Most egy pár példát fogok felolvasni a Makay féle fordításból, tehát ugye kiemeltem a tányelvi részeket, őtet helyett jobb ütet agyonverni, viszem a bótoséknak, most osztán, kőteni felkőtjük, felkászolódott már Sztyepán Grigorinak, jó lúk el, a víz most már elég zavaros lett, mert meghűhet a mellje a melle helyett. Tehát látjuk ezeket a tájnyelvi jellegzetességeket. Mindjárt az indoklást felolvasom, de most újra utána néztem, és meg kell mondani, hogy Makay Imre nagyon csínyán bánt ezekkel a tájszavakkal. Tehát nem csinálta azt, hogy ahol lehet belerakta a műbe. És hát mivel a kompenzációról, mint fordítási műveletről nem nagyon fogunk beszélni, ezért mondom el, hogy ezt tulajdonképpen ezt nevezik kompenzációnak, mikor más helyen és más eszközökkel ad vissza a fordító valami olyan forrásnyelvi jellegzetességet, amit hát ott azon a helyen nem tud visszaadni. Tehát ő is, ahol lehetőség nyílt rá, ott használta ezt a tájnyelvet, de nagyon mérsékeltem, tehát csak módjával. Na, mivel indokolja? A két etnikai közösség mind kialakulását, mind történetét tekintve hasonlít egymáshoz. Földön futó parasztokból, szegény legényekből verődtek össze és váltak, egyik kezükben az ekeszarvát, a másikban a kard markolatát tartó katonaparasztokká. A lényeg mégis az, hogy életformájuk hasonló volt, ebből ered sajátos észjárásuk és kifejezés mondjuk hasonlósága. Mind a kozákra, mind a hajdúra jellemző a kemény, a csípősen szellemes, minden érzelgőségtől és sallangtól mentes beszédstílus, a csattanós dialógus. Tehát látjuk, hogy Makay Imre egy tökéletes szociolingvisztikai indoklást ad, annak ellenére, hogy ezt a kifejezést sose használta, sőt, hát ha mondtuk volna neki, akkor nagyon furcsának tartotta volna, de az indoklás tökéletes. Ösztönösen megalapozta szociolingvisztikailag ennek a két népcsoportnak a hasonlóságát. Nézzük a rétegnyelvi jellegzetességeket. Azt tudjuk az orosz irodalomban, hogy az orosz társadalom nagyon rétegzett volt, a hivatalnokokat épp úgy 14 osztályra osztották, mint ahogy a katonasságnál a katonai rangokat megállapították, és hát mindannyian tudjuk a csinovnyék, a kishivatalnok, a 14. osztálybeli kishivatalnok életét ismerjük Csehov Dosztojevszkij műveiből, és van ennek annak, hogy valaki nagyon alacsonyan helyezkedik el ezen a hivatali rangrétrán, ennek van egy nyelvi megnyilvánulása is az orosz nyelvben. A szudár az uram szóból lekopott a vége, és megmaradt ez az S betű, ez a sziszegő hang.
És ez a sziszegő hang egy olyan nyelvi eszköz volt, hogy ezt az orosz nyelvben mindenhez hozzá lehet tenni. Tehát igéhez, főnévhez, melléknévhez, de csak úgy magában is lehet sziszegni. Tehát minél alárendeltebb volt az illető, annál többet sziszegett az orosz nyelvben. De hát a magyarban ugye hiába sziszegne a fordításban az a kis hivatalnok, hát ezt nem értenénk meg. Na most, hát van, amikor valahogy visszaadják, ilyen alázatosan kérem, kegyelmes uram, stb. Van, amikor kihagyják, nagyon sokszor kihagyják. Ezen a példán, ez is arra lesz példa, hogy kihagyják. Na most viszont ez azért jó példa ez az eset, mert az, hogy itt a Dosztojevszki Bűn és bűnhődésbe a fordító kihagyta, semmilyen módon nem próbálta visszaadni ezt az alázatosságot, ez tulajdonképpen dramaturgiailag egy veszteség a fordításra nézve, ugyanis egy olyan jelenetből származik ez a pár sor, amikor, hát mindenki emlékszik, ugye, hogy Raskolnyikov megöli az öregasszonyt, de ezt senki nem tudja, ő viszont próbálja az emberekből kiszedni, hogy tudnak-e valamit, mert ugye gyötri a lelkiismeret, és szeretné tudni, hogy, már, hogy nem tudja-e valaki, és a Porfirij Petrovics, a vizsgálóbíró, az attól fél, hogy az talán tud valamit, és állandóan elmegy hozzá a látogatóba, és próbálja kiugratni a nyulat a bokorból, hogy hát most tudja, vagy nem tudja. És a vizsgálóbíró ilyen macska-egér játékot játszik vele, és ilyen mézes-mázosan úgy beszél vele, mintha alárendeltje lenne Raskolnyikovnak. Tehát eljátsza ezt az alárendelt szerepet, ebben a rengeteg sziszegő hanggal, hogy uspéjemsz, hát én nem tudom utánozni, uspéjemsz, avükúri, észtyúbász, vocz, papíroszocska, tehát látjuk, hogy minden szóhoz szinte oda teszi, hát a vot ugye a szó szerint íme, itt cigarettáról van szó. Na most ennek nyoma sincs a fordításban, Görög Imre és Beke Margit fordítása, van azóta újabb fordítás, de ez van rajta egyébként az interneten is, ez a régi fordítás. Tehát nézzük meg, ráérünk, uram, annyi időnk van, parancsol egy cigarettát, tudja, azért kértem ide, mert itt lakom most. A fülkén túl az már a magánlakásom, a kincstári lakásom. Egy nyoma sincs, egyáltalán nincs nyoma ennek az alázatoskodásnak. Na most meg kell mondani, hogy bár itt a fordító ennek hát nem tudja visszaadni ezt a nyelvi eszközt, de azért az egész szituációból kiderül, hogy milyen ember ez a vizsgálóbíró, és hogy milyen a közöttük lévő viszony. Tehát valóban itt úgy látjuk, hogy semmi nyoma nincs egy, hát úgy is mondjam, hogy szociolingvisztikailag jellegzetes forrásnyelvi változatnak, a fordításban nyoma sincs, de hát azért az olvasó nem lesz sokkal szegényebb, mert egyéb eszközökkel más helyeken azért a viszony Raskolnyikov és a vizsgálóbíró között tisztázódik. Talán nem olyan drámai, mint ahogy az eredetiben. Na most van, amikor a tájnyelvi és rétegnyelvi jellegzetességek összefonódnak, tehát részben egy alacsonyabb presztízsű társadalmi nyelvváltozatot kéne a fordítónak visszaadni, és még rétegnyelvit is. Hát most mindegyikről nem fogok beszélni, csak a Lizisztrátéra fogok példát hozni. Arnold Wesker konyhájában az a fordítói feladat, hogy a Londonban vagyunk a Tivoli étterem konyhájában, szakácsokról, cukrászokról szól a dráma, és mindegyik máshogy töri az angolt. És nem lehet kihagyni, mert a szerzői utasításban van, hogy ik, nem tudom, Hans, német fiú, 3 éve él Londonban, már csak a hangsúlyain érezni az idegenszerűséget, akkor a következő nemrég érkezett, nagyon töri az angolt, tehát ezt kell magyarul eljátszani, hogy ki hogy töri az angolt. A Huckleberry filmben pedig, hát azt nyilván mindenki ismeri, ott ugye nagyon szépen összefonódik a tájnyelvi és a rétegnyelvi jellegzetesség, mert ugye a Mississippi mentén játszódik, tehát ez a Southern déli angol van benne, és még ott van az Indian Joe, meg a Néger Jim, akik még ahhoz képest is egy ilyen alacsonyabb presztízsű társadalmi nyelvváltozatot beszélnek, tehát ott nagyon szép feladata volt hát ez a titokzatos eset, hogy nem tudni, hogy ki a fordító. Ugye 11 kiadáson keresztül Karinti Frigyes nevével ment, majd aztán kiderült, hogy ezt tulajdonképpen Koroknai István fordította, és azóta már az ő neve van ott. Tehát minden esetre ez egy érdekes fordítói feladat volt, utána lehet nézni. Ha Lizisztrátét megnézzük, akkor ott is egy ilyen reménytelennek látszó feladata van a fordítónak, mert
A durva spártai dur dialektust kell szembeállítani az előkelő aténi dialektussal, ezt kéne megoldani a magyarul, de bármilyen nyelven, és ezt meg is nézték egyébként, hogy a Lizisztráte különböző fordításaiban, tehát az angol fordításban egy skót dialektussal beszélt a spártai küldött, Amerikában megjelent angol fordításba egy ilyen déli nyelvjárásba, és még egy nigériai fordítást is megnézek, ahol egy helyi pidzsin változatot beszél a spártai hírnök. Tehát a spártai hírnököt valahogy úgy kell beszéltetni, hogy érződjön rajta, hogy hát ő egy ilyen, egy ilyen bunkó tulajdonképpen. Na most itt van Arany János fordítása, ami hát megjelöltem benne, hol vannak azok a helyek, ahol Arany János megpróbálta visszaadni ezt a primitív beszédet, hogy hún az aszánai öreg tanács, tehát aténi helyett azt mondja, hogy aszánai. Akkor hírnök bén, ifjú ember, Isten utse. Gyövök spártából, tehát spártából nem írja ki teljesen végig a szavakat, békesség iránt, ez egy rossz névutó. A bion, ugye ezekkel a kis aposztrofokkal érzékelteti ezt a, hát ezt a tulajdonképpen primitívebb beszédet, és hát ilyen az Isten utca ugye helyett, amit ugye a magyarok káromkodnak, azt mondja, hogy Kastor utcseg és Zeus utcse. Tehát a Zeus utcse, ugye ez görögre fordítva az Isten utcse, és csak nebomó, tehát nem fejezi be a szavakat. Tehát itt így próbálja meg Arany János érzékeltetni a dór dialektust, a spártai küldött dór dialektusát, amelyik tájnyelvi és rétegnyelvi jellegzetesség együtt. De most, mint mondta, a második ilyen hagyományos téma a fordíthatatlanság. A fordíthatatlanság alapja a nyelvi relativitás elmélete, azt nyilván mindenki ismeri, ezt az úgynevezett Sapir-Whorf hipotézis, aminek van egy erős változata, amelyik azt mondja, hogy az anyanyelv struktúrája meghatározza a nyelv beszélőinek a világképét. Tehát nem úgy van az, hogy a valóság mindannyiunk számára közös, de mindannyian más nyelvet beszélünk, hanem attól, hogy más nyelvet beszélünk, a valóság sem egyforma számunkra. Ez az erős változat, a gyengébb változat, meg inkább azt mondja, hogy az anyanyelv struktúrája hajlamossá tesz minket arra, hogy bizonyos világszemléleten, ez a bizonyos világszemlélet elfogadására. Jó, mind a kettő, Sapir-től és Whorftól is idézek, mert nagyon jól fogalmazzák meg ezt a hipotézist, amit egyáltalán nem együtt állítottak föl, hiszen Whorf Sapir tanítványa volt, tehát ők nem dolgoztak együtt, ilyen szempontból mind a kettő külön foglalkozott ebben a témával, és Whorf nem is volt nyelvész, hanem egy mérnök ember volt, és csak hobbiból nyelvészkedett. Na nézzük, mit mond Sapir. Naív dolog azt hinni, hogy az emberek a valósághoz nyelv nélkül viszonyulnak, hogy a nyelv csak a kommunikáció eszköze. Nincs két olyan nyelv, amely ugyanannak a társadalmi valóságnak a kifejezője volna. Egy egyszerű versnek a megértése például nem csupán a vers egyes szavainak megértésén múlik, ismernünk kell hozzá az egész társadalomnak az életét. És nézzük, Whorf hogy fogalmaz. Jóval később jelent meg egy gyűjteménybe ez a műve. Az egyes nyelvek háttérrendszere, más szóval a grammatikája nem pusztán az eszmék kifejezésére szolgáló, reprodukáló eszköz, hanem az eszmék formálója. Az eszmék formába öntése nem független, hanem egy adott grammatika része, és grammatikánként többé-kevésbé eltérő. Különösen akkor támadtak föl Whorfban ezek a gondolatok, mikor a hopi indiánok nyelvét kezdte tanulmányozni, és rájött, hogy szemben a standard average English, az általában ugye ezek az európai nyelvekkel szemben a hopi indiánok egész máshogy kezelik a teret, az időt, tehát míg az európai nyelvekben, itt inkább kultúráról van szó, nem származásról, minden mérhető, megszámolható, elkülöníthető, a hopi indiánok mintha egy folyamatban élnének, és minden folyamatos. Tehát nem különbözheti meg a múlt, a jelen és a jövő időt, és hát ezzel magyarázza ő, hogy a világot is máshogy látják, máshogy szemlélik. Na most erre a fordíthatóság, fordíthatatlanságra mindig nagyon jó példák vannak minden nyelvben, például németben nem a Gemütlichkeit, ugye, ezt nagyon nehezen tudjuk magyarra lefordítani.
Vagy hogy a spanyolok megkülönböztetik az emberlábát, meg a lólábát, hát ezt speciál mi is megkülönböztetjük. Akkor, hogy az angoloknak nincs összefoglaló neve a Frusen Nazra. Akkor a francia conscience, az nem csak lelkiismeret, mint az angol, vagy conscience, bocsánat. A conscience nem csak lelkiismeret, mint az angol conscience, hanem tudatosság is. És akkor itt vannak ezek a állandóan ismételt felsorolások, hogy az eszkimóknak rengeteg szavuk van a hófajtákra, az araboknak a tevetartásra, az angol hajózási szakkifejezések ugye lefordíthatatlanok magyarra, mert ugye nekünk nincs olyan gazdag hajózási szaknyelvünk. Olasz tésztafajták, végtelen változatosság, vagy a halfajták az orosz nyelvben. Ezek tulajdonképpen mind a fordíthatóság, illetve a fordíthatatlanság mellett szólnak. Georges Munen, akit múltkor már említettem, mint a fordítás tudomány egyik klasszikusa, ő hát nagyon szellemesen fogalmazza meg véleményét ennek a véleménynek a tarthatatlanságáról, a fordíthatatlanságról. Azt mondja, hogy hát avval kapcsolatban az eszkimónak milyen sok szava van a hóra, és hát, hogy ez a franciákra nem jellemző. Na, mit mond Munel? Azt mondja, ott, ahol az átlag francia csak havat lát, a francia síversenyző képes megkülönböztetni és megnevezni, akárcsak a lapok vagy a távoli sarkvidéken élő eszkimók, a porhót, a futóhót, a szárazhót, vagyis a szélhortahófajtákat, a csillámló, a tapadó, a nedves, a réteges havat, a hófúvást, mely nem egészen olyan, mint a hótorlasz, a téli kéreghavat, a tavaszi kéreghavat, a lyukacsos hókérget, a sima kérekhót, a kásás, megfagyott és olvadó havat. És így tovább, és itt nem arról van szó, hogy a francia síversenyző világképe hasonló lenne a lapokhoz és az eszkimókhoz, hanem az, hogy a lapok és az eszkimók esetében mindenkinek állandóan dolga van a hóval, és a francia síversenyző esetében ugyanígy, tehát nekik ugyanolyan gazdag szókészletük alakult ki ezzel kapcsolatban, de a világnézetük és a világszemléletük attól még nem lesz hasonló. Na, a harmadik ilyen hagyományos téma a reáliák fordítása. Ez a reália tulajdonképpen ekvivalens nélküli lexika, de nem csak az elnevezést nevezzük reáliának, hanem magát a dolgot. Tehát a jeltárgyat, és azt a szót, azt a nyelvi jelet, amivel ezt a jeltárgyat megnevezzük. Tehát ha arra gondolunk, mondjuk, hogy gondola, akkor reália az a gyönyörű attyúnyakú csónak, ugye, ami Velencébe a gondolákon siklik, és ez a szó, hogy gondola, ez is egy reália. Most rengeteg ilyen reália vesz körül minket, és a legtöbbről már észre se veszük, hogy reália, mert részévé vált a magyar nyelvnek. És folyamatosan özönlenek be a magyar nyelvbe az új és új reáliák, ahogy új és új fogalmakat ismerünk meg, új és új elnevezéseket ismerünk meg, de hát mégiscsak megpróbáljuk csoportosítani ezeket a reáliákat, tehát vannak földrajzi reáliák, például a szavanna, a polder, az eukaliptusz. A polder, nem tudom, hogy ezt mindenki ismeri, az a tengertől elhódított területeket jelenti. Néprajzi reáliák, a mindennapi élet, általában ezekre szoktak gondolni legtöbbet, mikor a reáliákat emlegetik, tehát ilyen, hogy tortilla, csalma, vigvam, ugye azt az indián regényekből ismerjük, vagy az argentin marhapászor, a gaucho, a lasszú, ugye, amivel befogják a állatot, rancs, ami olyan, mint a farm. Például a farmot már nem érezzük reáliának, mert az már teljesen bekerült a magyar nyelvbe, kotillon, fűzértánc, banjo, egy különös hangszer, ugye Colombina, az a Commedia dell'arte állandó figurája. Vannak etnikai reáliák, hogy az, hogy nevezik meg a nemzetek egymást, tehát vannak ilyen csúv nevek, ez a talján, digó, jenki, gringo, vagy a háború alatt volt ugye a fritzek, akkor még egy háborúval korábban a muszkák, tehát ilyen csúfolódó elnevezések. Mértékegységek, pénzek, pud, tugrik, peták, ezek mind idegen, tehát kultúrát reprezentálnak a magyar nyelvbe is, úgyhogy bekerültek a magyar nyelvbe, tehát tudjuk, hogy mi ez, a Bakos Ferenc idegen szavak szótára tartalmazza, de
de érződik mögöttük egy másik kultúra. Közigazgatás államberendezkedésre álljái, kanton, Stanyica, Piazza, Citadella, hatalmi szervek, a mongol népi hurál, az mindig olyan nagy nevetséges volt, mikor Mongóliáról hallottunk, ugyancsak volt Perzsiába, Inka, a négus, Etiópia császára a négus, a politikai élet, ugye, a Tory Lord, párja, hippi, hát a hippi már teljesen bekerült a magyar nyelvbe, de már ki is került, azt hiszem, mert most már nincsenek hippi. Katonai reáliá, kürasszír, lampasz, jatagán, tehát, de majd mindjárt látni fogjuk, hogy hát ez szép csoportosítás, de hát sokkal több is van. Na most a reáliák fordításánál a módszer, hogy hogyan fordítjuk a reáliákat, ugye attól függ, hogy van-e annak a reáliának valami szerepe abban a műben, vagy nincs. Ha fontos a reália, akkor természetesen átvesszük és átírjuk. Így kerültek be az előbb említett reáliák is a magyar nyelvbe, transliterációval, tehát átírtuk és magyar szó lett belőlük. Kereshetünk analógiát, de az analógia az nagyon veszélyes tud lenni. Például mondok egy szót, mondjuk a college. Az angol college, ha valaki kollégiumnak fordítja, az ugye egy nagyon nagy különbség, mert a college, az angol college, az egyáltalán nem kollégium, hiszen az Oxfordi Egyetem csak college-okból áll, az maga az egyetem. Ahol alszanak a diákok, azt inkább dormitorinak nevezik, tehát például a college meg a kollégium, az egy abszolút félrevezető azonosság lenne. Lehet magyarázó fordítást alkalmazni, ilyenkor, illetve azt szoktak a fordítók, hogy nyíltan vagy rejtettem megmagyarázzák, hogy miről van szó. Tehát ha ilyen van mondjuk Mikszáth Kálmánnál, hogy a Vág mellé vonulnak a hadak, akkor oda teszik, hogy a Vág folyó mellé, és akkor mindjárt tudjuk, hogy de is tudja az a külföldi olvasó, hogy mi az a Vág. A lábjegyzetet szépirodalmiben nem szokták alkalmazni, általánosító fordítás, mikor mindegy, hogy mit esznek, mit isznak, akkor nem kell pontosan megnevezni azt az ételt, vagy azt az italt, mert mindjárt fogunk rá példát mondani. Teljes átalakítás, mikor szükségem van arra a reáliára, de biztos vagyok benne, hogy nem fogják megérteni. Például a Pál utcai fiúknál, amikor a gyerekek játszanak, akkor például meg lehet nézni a különböző fordításokból, hogy hogyan oldja meg a fordító azokat a magyar gyerekjátékokat, amik a célnyelvben nincsenek bent. És hát a végén ki is lehet hagyni, tehát szintén az olyan, mint az általános fordítás, ha nem fontos, akkor ki lehet hagyni a reáliákat, de hát vigyázni kell, mert ugye a reáliák kiadásával elvész egy olyan helyi kolorit, amit azért jó lenne megtartani. Mondok néhány példát, például a reáliák általánosító fordítására. Itt látunk egy angol példát, amiben ugye megmondja, hogy milyen sört kér az illető, de a fordító csak azt mondja, hogy szívesen fogyasztott volna egy pohár sört. Vagy a slice of cold pie, a glass of port, ugye egy pohár portóit kér az eredetiben a szereplő, és a fordításban csak azt látjuk, hogy egy pohár bor. Tehát mind a sörfajta, mind a borfajta kimaradt a fordításból, és csak sör és bor lett. De ebben a szituációban egyikben se volt fontos a fajta. Természetesen egy borászati vagy egy sörfőzdei szakkönyvből nem lehet kiadni a fajtát. Ha tudják, hogy ezt nem ismeri az olvasó, de mégis meg akarják tartani a fordító, akkor gyakran alkalmaznak körülíró fordítást. Például itt van ez a példa Németh Lászlót, hogy amikor aztán nagynénye egy este a sterc fölött téloszlatni kezdett rá, hogyha nem nősül meg, és akkor baked potatoesnak a sterc, tehát a krumpli sterc, ugye, hát a magyarok se nagyon tudják már, hogy mi az a sterc, hát ez egy ilyen krumplis valami. Ez baked potatoesnak, tehát körülíró fordításnak fordította a fordító, a következő meg magyar-német irányba, panyókásan, és azt ugye ungehegten dolmán, tehát hátára vetett dolmánynak fordította a fordító, tehát mindkét esetben körülírta, tehát látjuk, hogy miről van szó. A York Bar, olvassuk az angolba, a magyarba egyszerűen egy kocsmában. A Lukács uszodába ismerkedtünk meg, olvassuk a magyarba, és egyszerűen Schwimmbad lett a németbe, tehát a Lukács kimaradt. Van, amikor magyarázó betoldást alkalmaznak, például nagyon jó példa erre a Budapest úti könyv, ami magyarul a Corvina kiadásában magyarul nem is létezik, csak angol, német, francia és spanyol és japán fordításban, és minden célnyelven mást magyaráznak meg, és mást hagynak ki. Például itt van a Szent Jobb. Hát a Szent Jobb ugye
azt senki nem érti meg, ha úgy fordítjuk le, hogy szent jobb. Tehát mindenütt mást oldanak be. Hát itt az angol fordításban látjuk, hogy a King Stephen, a István király mumifikálódott jobb kezet, tehát az István királyt betoldják, hiszen az eredetiben csak az van, hogy Szent király, de hát azt nem tudják, hogyha csak azt mondta volna, hogy Saint King, akkor nem tudta volna, hogy az kicsoda. Vagy például ez nagyon érdekes egyébként az Erzsébet királynő, hogy kinek mit kell róla magyarázni. Az Erzsébet híd, ugye a Habsburg császárnének a nevét kapta meg, az orosz fordításban ugye betoldották, hogy most Erzsébet, Názvánő, és ez nem ennyit, hogy Kraszávice Jelizavéti, Szuprugi imperátor a Francia Józsefet, tehát a Ferenc Józsefet betoldotta az orosz fordító, hogy az orosz olvasó, akinek nincs annyira tudatában az Erzsébet királynő, mint nekünk, hogy az, mert a Ferenc Józsefet azért tudják. De az Erzsébet királynő az nem része mondjuk a háttéris, orosz háttérismereteknek. Teljes átalakítás. And the phrase sounded more Edwardian because of the faint American intonation. Tehát more Edwardian, mondja Graham Greene novellájában az egyik hős, és akkor senki nem tudja Magyarországon, hogy az Edward korabeli az mikor volt, de hát múlt századbelinek fordította Borbás Mária. Igaz, hogy már ő is a múlt században fordította ezt, mert tehát nem tudom most mit kéne csinálni. Vagy egy magyar mondat, hogy nem történt a szabadságharc óta semmi, kérdezi Örkény egy perces novellában az a hölgy, aki a sírból kijött, és azt mondja, you mean nothing has happened since the war 1848, hát a szabadságharcot ugye nem tudja az angol olvasó, még az 1848-ról, hát mondjuk lehet tudni, akkor egész Európában forradalmak voltak. De ha egyszerűen Freedom Fight-nak fordította volna, akkor biztos nem, azt sem tudta volna, hogy milyen században játszódik ez a... Na most, bocsánat... Na most a fordítók szoktak ilyen reália szótárakat készíteni, tehát a fordítói munkásságok alatt, hát itt főleg szépirodalmi fordítási példákat mondtam, de ez az egész téma a szépirodalmi fordítás jellemzi, mert a szakszövegeknek éppen az a sajátossága, hogy nyelveken és kultúrákon keresztül mindenütt ugyanazt a hatást kell keltenie. Tehát a fordítók összegyűjtik sokszor ezeket a reáliákat, amikkel életükben találkoztak, és hát több ilyen kulturális szótár jelent meg. Bart Istvánnak az angol-magyar kulturális szótára, amerikai-magyar kulturális szótár, és megjelent a magyar-angol kulturális szótár is. Ez egy olyan magyar szótár, majd egy szócikkből föl fogom olvasni a szavakat, ami magyarul nem létezik, de minden nincs kiadva magyar-magyarba, de a magyar alapból minden nyelvre, nem minden nyelvre, angol franciára lefordították. Francia-magyar kulturális szótárt Ádám Péter készített, ilyenkor mindig francia szó, magyar magyarázat. Német-magyar kulturális szótár Györfi Miklóssal, és mindig ugyanaz a magyar, német, magyar, angol, magyar, francia. Van olasz-magyar szótár, Szanó László, orosz-magyar, Soproni András, román-magyart is csinált Benő Attila, aki megismerve ezeket a kulturális szótárakat elhatározta, hogy csinál egy román-magyar kulturális szótárt, ami nagyon érdekes, mert sokkal több meseelem, népi dolog van benne, mint a többi szótárban. Hát nem tudom, hogy szóval nagyon, egyébként ezeknek a szótáraknak, ezeknek a kulturális szótáraknak a legnagyobb problémája a szavak kiválasztása, ugye, mert úgy akarják a kulturális szótárak összeállítani a szótárt, hogy olyan szavakat tartalmazzon, ami abban a nyelvben a forrásnyelvi beszélőnek jelent valamit, fűződik hozzá valami érzelme, van számára valami konnotációja, és ezt megmagyarázni az idegen nyelvi olvasónak. És akkor nagyon nehéz a kiválasztás, ugye, mert például melyik magyar író legyen benne? Hány magyar író? Hány magyar város? Minden magyar író? Minden magyar város? Minden magyar folyó? Tehát ugye meddig menjünk el a Dunának meg a Tiszának? Van valami konnotációja, a többinek nincs, de hát a Marosnak is van. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog ezeknél a szótáraknál kiválasztani azt a szómennyiséget, amiről azt mondjuk, hogy na, ez tartalmaz olyan plusz információt, amit a külföldi nem ismer. Mint majd látni fogják, most azt hiszem az A betűt írtam ki, hát itt vannak olyanok is, amit már a mai fiatalok se nagyon ismernek, igen.
Tehát mondjuk az A betűs szócikre osztam itt példákat, ezek mind angol, tehát megvannak angolul, németül, franciául a magyarázatok, kapható is ez a kis könyv. Tehát Ady Endre, Akácos út, Akadémia, alázatosan jelentem, albérlő, alföld, alispán, államosítás, amerikai magyarok, Andrássy út 60, angyalföld, anyák napja, április 4. Erre mondom, hogy a mai fiataloknak már nem tudják, mi az az április 4 talán. Aranycsapat, arisztokrácia, Arisztid és Tassziló, az sincs már szerintem. Arad, hát ez az aradi vértanúk miatt, Árpádház, asszimiláció, asszonyom, Aszú, Attila, augusztus 20, Ausztria, Ávó, az a szép, az a szép. Hát az is ugye nagy kérdés, hogy hány magyar népdal legyen benne, melyik az az 5 vagy 10, ami tényleg nagyon sokat mond a magyaroknak. Tehát a reáliák fordítása, hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és ezeknek a reáliáknak a körülírása, megmagyarázása, érzékeltetése, és az a döntés, hogy ott abban a szituációban ez fontos vagy nem fontos. Na most ezzel tulajdonképpen végére értünk ennek a három nagy témának, tehát a dialektusok visszaadása, az egyéni beszédsajátosságok visszaadása, a fordíthatatlanság és a reáliák fordítása, és akkor majd a következő részben fogunk megnézni ilyen kicsit modernebb témákat. Köszönöm szépen akkor a figyelmet. Köszönöm szépen. Mi a villámfordításnál a tudásban és a szakértelemben hiszünk, és minden alkalmat megragadunk arra, hogy mi is tanulhassunk. Csatlakozz hozzánk YouTube-on és Facebookon, és tanulj velünk együtt Claudie Kingától egész szemeszterben.